A Völgységi Múzeum munkatársai küldetésüknek tekintik, hogy az iskolákban viszonylag kevés óraszámban megtartott hon- és népismereti órákat kiegészítsék. Ezúttal vincenapi programmal készült az intézmény. A borászok életében ez egy jelentős időpont. Ekkor van az, amikor az időjárás alapján, hogy esik-e, illetve hogy száznapos idő van, jósolják meg, hogy mennyire lesz jó a termés. Számos egyéb népszokás is kapcsolódik hozzá, mint például a vincavessző, ami hasonlóan a lucabúzához a következő évnek a termésére ad egyfajta becslést, illetve hát ekkor van a pincelátogatások, a földáldás, a szőlőáldás, a pinceáldásnak a hagyományos szokása. Egy ilyen programmal készültünk a gyermekeknek, megmutatjuk azokat a tárgyakat, amiket a szőlészet borászatban használnak. Itt a Völgységi Múzeumban, ahol állunk, a kettes számú terem, az a szőlőtermesztésnek, illetve a borászatnak van szentelve az állandó kiállításunkban. Ezt fogjuk nekik megmutatni, illetve Gábor Zsolt muzeológus kollégám egy izgalmas előadással készült nekik. Számos régi hagyomány van, ami szerte a Dunántúlon, illetve szűkebben Tolna megyében, illetve még szűkebben Völgységben és Bonyhádon is egészen az elmúlt generációig is élő hagyomány volt. Manapság ezek kiveszőfélben vannak, és fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a következő generációnak is továbbadjuk, hogy ezek ne csak tankönyvekben vagy régi könyvekben olvasható szokások legyenek, amik egyébként még a szüleiknek vagy a nagyszüleiknek az életének a szerves része volt. Számos ilyen szokás volt, és igyekszünk mindig ezekre felhívni a figyelmet, és egy kicsit bentartani őket a köztudatban. Én biztos vagyok benne, hogy rengeteget számít az, hogy tárgyakat láthatnak, nem csak olyan tárgyakat, amikről egy fotóról vagy egy másolatból, hanem magukat az eredeti tárgyakat, amik akár több évtized vagy több száz éves tárgyakról beszélünk, és ezeket kézbe fogni, ezeket megtekinteni, ez ad egy olyan pluszt, ami a tankönyvekből, meg ami az elméletből nem jön át. A program során a gyerekeknek még kóstoltatást is tartottak. Természetesen a gyerekek kiskorúak, alkohollal nem fogjuk őket itatni, de a pincénkben muskóstolás lesz, illetve megtekintjük a kettes számú kiállító helyiségünkbe az állandó kiállításból azokat a szőlészettel, borászattal kapcsolatos eszközöket, melyeket ma már csak múzeumban lát a látogató. Láthattok a vázába egy kadarka vesszőkosarat, és a szőlő nagyon mélyről hozza fel a táplálékát. Tehát nagyon mélyen gyökerezik a szőlő, és ugyanígy a magyar kultúra is, illetve a Kárpát-hazának az összes nemzetiségének a kultúrája nagyon mélyen gyökerezik. Azt, amit említettem, hogy néhány órában honnan is népismeretet tartani, az nem elegendő dolog. Mi magvető szerepkörben vagyunk, a hon- és népismeret az meleg ágya az etnográfiának, tehát a néprajznak, és nekünk elég gazdag múltunk van ahhoz, hogy ebből táplálkozni tudjanak az elkövetkezendő generációk. Bízom benne, hogy minden újdonság számukra, egyáltalán, hogy el tudják képzelni az évkörön belül, hol helyezkedik el Vince. Hogy alakult ki Vince? Egy félreértés az egész, mert a latin neve a Vincentinus az győzedelmest jelent, pedig nem Vincent, hogy százszoros bor. Mégis ez a nap az, amely klasszikusan a régiségben, azért mondom, hogy a régiségben, mert a szőlész szomszédommal tegnap beszélve már a szekszárdi szőlővidéken a meccésnek túl vannak a felén már. Tehát ugye itt a időjárás változása sajnos ezt hozta magával, de hogy folytatódik, hogy igazgató úr elmondta a lucanapi búzacsillasztatás után, illetve a borbálanapi cseresznye ág rügyeztetés után a vesszővel, tehát a időben. Mindennek megvolt a maga ide a régiségben. A régi ember értette a csíziót. A mostani ember nem tudja sokszor, hogy milyen hónap van. Ezt tapasztaljuk ma is, hogy esett az eső, esett a havas eső, és itt van január.